Hó, azt hittétek, hogy Consuelával majd így elvágtatunk csak így szó nélkül egy extra hot előtt? Hát nem, Nem. hanem erre rámegyünk jobban, ugyanis volt, aki szeretne csuklós videót, úgyhogy ha mutatnád a csuklódat, légy szíves a kedves nézőnek, akkor azt nagyon megköszönné. Itt egy Consuela és csukló. Itt megvan a csuklós videó. Igen. Tényleg. Jó, hogy nem másra gondoltam. Na, úgyhogy igen, eleget teszünk minden kommentnek, OnlyFans-en is, hogyha esetleg arról van szó. Tehát nézzük akkor továbbá, lépünk tehát akkor túl, és Levire, akkor nézzük Levi Csillinek a magmáját. Azt is tudjátok nézni. Akkor térjünk rá ki egy kicsit jobban. Azért mégiscsak ez itt a Consuelának a... Most egy pillanatra kéreztem a fokhagymát. Igen, mondom, ez a magyaros. Lehet, magyaros. Hogy hagymás. Hát Levi szeret így telenyomni, nem tudom, talán vörös hagymával, ami egyébként nem jó. Ja, mondjuk, de egyébként lehet, hogy ha túl sok a vörös hagyma, akkor ezt fokhagymának érzem. Bár mondjuk lehet nem biztos, hogy vörös, lehet, hogy az a nagy fehér hagyma, amit szokott használni. Mindegy, hogy követi, ilyen magyaros. Követi a tipikus magyaros. Ilyen Instagram fermentálásokat amúgy, amik így rétegezve meg vannak tömve hagymával, meg mit nem, tudom én. Nem, hogy se baj, ha van egy ilyen irány, nem egy ilyen commerce. Nem, sőt, arra kezdek rájönni, hogy a kevesebb az több igazából. Nekem is vannak olyan receptjeim, hogy körülbelül ilyen összetevő lista van, aminek egyébként van értelme, de igazából nincsenek olyan kaják sűrűn, amihez azok jók. Tehát én azt mondom, hogy magyarok vagyunk, a magyar konyhához csináljuk szószt, vagy nyilván, aki eszik sok olyan más ételt, ami nem magyar, akkor neki létjogosultság egy olyan chili szósz, amit tud minden nap használni ezekhez, de én azt veszem észre, hogy az én kis nomád étrendemhez sokkal jobban dukálnak ezek az egyszerűbb szószok, mint például végülis ez is mondjuk egyszerű szósznak. Ám finomabb, mint azt megszokhattátok. Úgy zoomol rá, de majd elteszem ide a képet, úgyhogy az jó lesz, és akkor szóval megszokhattátok, tehát azoknál, akiket megszokhattatok már így Magyarországon, a marugás szószok, ahhoz képest sokkal jobb és másabb a fermentálásnak és az összetevőknek köszönhetően, és nem ecetes, nagyon fontos. Lehet tenni ecetet egyébként utólag a fermentált cuccokhoz, de nem létszükség. Na, mehet. Tehát akkor milyen az illat? Nem, nekem a szín az nagyon tetszik. Illat az... Ezt meg kell szagolni. Nagyon jó. Nagyon jó, gyerek. Érződik belőle, hogy nyilván, hogy fermentálva van, meg ez a magyaros ízvilág, de... Mondom, kicsit hirtelen kijött a fog, hogy aztán lehet, hogy nincs benne. De egy szerintem komplex. Az inkább hagyma, nem? Majd kiderül. De egy komplex dolog. Na akkor, nekem tetszik. Mehet tele az egész. Ha már extra hot. Igen. Csak ugye nem tudom, nagyon tereme kisé folyik. Lehetne még telibb tele. Hát én nem értem egyébként ezeket a videókat, ahol így eszik az extra dolgokat, hogy így nem bírják, és akkor vágják a pofákat ilyen irritáló módon, hogy akkor minek? Tehát, hogyha Consuela is képes erre a videó kedvéért, akkor... Másit csinálja már meg, mert annyira gáz, hogy ilyen pöttyöket eszegetnek ott, és akkor úgy mondanak véleményt egy szószról, meg van, aki így csinál szószt, egy pöttyöt, még nem is eszik, mert csíp. Na mindegy, ez csak megint egy ilyen. Lehet, hogy ők nem kapnak olyan fizetséget, mint én. Ja, igaz. 18 éves korosztály környékén ez a fizetség, ez még inkább. Működik. Na, kóstold meg, mondd meg, hogy mi van. Hát szerintem jobb az illata, mint egy habanérónak, akárki bármi, bárkit is bármit mond. Ez morugás. Hát mert az. Mert hogy ez egy morugás szósz.
de hogy szerintem jobb. Ne fermentáljátok habanérót. Annumokat, és minden más fermentáljátok. Nem, tudom, nem ez a borzasztó, hanem a habanéró. Meg amúgy, de most ez egy moruga, teljesen máshogy érkezik meg a csípőssége. Tehát, hogy tudod ízlelni a szószt, ha ez van benne, és utána megérezted az ízeket, és akkor megérkezik a csípősség. Ezerszer kellemesebb, mint egy habanéró, szerintem. És igenis érkezik a csípősség. És igaza van egyébként Consueliano-nak, mert ha nincs csuklás, akkor legalább a csuklót mutasd. Én szerintem azért nem jön meg a csuklás. De amúgy lehet tényleg ilyen fokhajpás egy kicsit is. Itt szerintem az állag miatt. Nem érkezik meg olyan töményen a csili. Amiatt a... Igen, van ott háttérben egy ilyen... fokhagymás, hagymás hűszeresség, ami nem kap úgy testet a, híg, a hígság miatt, tehát nem tudom. Kicsit a test hiányzik belőle, ami most, hogy az állaggal vagy a fűszerekkel tudnád el egyensúlyba hozni az ízzel, a csípősség erősségével, azt nem tudom. Így két üres kanál után, vagy hát három, mert igazából ugye az előbb is ettem egyet. Így csíp. Csíp, mert nekem kezd megérezni az a arc, megérezni. Megérkezni az az arc bizsergető érzés, amit az extra hot kategóriában én külön élvezek. Egy kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen mazoista módon. Úgyhogy csíp. De jó, amúgy jó, csak szerintem, ha lenne teste, még jobb lenne. És ott kicsit a közepén ott egy kis diszharmóniát érzek a fűszerekben. Valami kiugrik. Most nem tudom, hogy lehet az. Szerintem, hogy pont, hogy nem ugrik ki semmi. Nem ugrik ki? Hanem pont, hogy ott még jöhetne még valami. Hogy így kifújom a levelet, tök jó, jön ez a fermentált illat. Na úgyhogy... Ami külön like. Igazából az van, amúgy, hogy szakmailag, mondom, itt a test, az kicsit hiányzik. Hogy aki extra erős chili paprikát teszik, azoknak adjuk meg azt a feltételezést, hogy ők bírják is valamilyen szinten. Tehát, hogyha ők etni fognak valamit, ne lágyítsuk el, nem? Akkor ők nem fogpiszkálóval fognak chili szószt használni, hanem mondjuk egy-két kanállal, ilyen kis kanállal, és az ízeket fogják keresni. Tehát ennek lehetne létjogosultsága, hogyha valaki nem eszik erőset, és tényleg hirtelen csípni fog neki, és utána nem is vágyik többre. De én a chili fogyasztás kultúrában én azt mondanám, hogy aki erőset eszik, az már azért eszi, mert érezni akarja az ízeket is, és ők mindenféleképpen beszélnek majd ízekről is, és ezért rossz itt, hogy ennyire híg, mert az ízek is fel vannak lágyítva vele, pedig ott van benne egyébként az, ami jó, mert érezni lehet, hogyha egy rá koncentrál az ember, de hogyha mondjuk én ezt most nem tisztán enném, hanem valamire rátettem volna, akkor elveszett volna az egész ízvilága, és igazából csak a kapszait szint éreztem volna, és akkor meg tök fölösleges fermentálni, meg bármit ügyködni vele, mert akkor le kell darálni, és akkor bele kell durrantani a sóba, és akkor lehet fűszerként fogpiszkálóról, hogy ajánlják. Fogpiszkálóhoz ajánljuk. Egyesek, és akkor lehet azt úgy. Tehát itt az ízeket keresjük, én mondom, hogy itt nincs összhangban ez a híg, sága, az erő.
velés az ízekkel. Egyébként én még mindig érzem, ugye magának a csilinek az ízét, a csípősségét, és még mellette egy kis hagymát, tehát ugye mondtuk, hogy ugye felüt egy ilyen hagyma illat az elején. És ez szerintem jól áll hozzá, hogy kicsit, mintha túl lenne hagymázva, de az szerintem jól áll az erősségének. És lehet, hogyha még a, nem tudom milyen fűszerek vannak benne, még az is kicsit túl lenne tolva, vagy sűrűbb lenne. Hát akkor meg lehet át is lett ez passzírozva még szűrőn, azt is szeretik sokan, aminek egyébként... Lehet, hogy jól megvan csinálni, akkor meg kell passzírozni szerinted? Szerintem nem. Tehát, hogyha... Én azt nem szeretem az olyan szószokat, amik így szanaszét vannak. Tehát én nem tudom, ez a... Tabasco feeling, ez... Ja, tényleg. Ez akkor inkább már akkor legyen Tabasco, és akkor én... De nem, ez se igaz, mert valamikor jó, hogy folyik, mint az állat. De szerintem, amikor valami finom, és vesződünk rajta, mármint, hogy így pluszban még teszünk bele energiát, hogy itt fermentálgatjuk, meg ilyesmi, akkor szerintem érdemes jobban kiragadni inkább az ízeket, mint az erőt. És hogyha csak az erőt akarjuk, akkor csinálunk egy natúr főzött szószt, és csá, és akkor azt is el lehet adni. Na, hát szerintem akkor... minden jól állt neki, ami bele lett képzelve az alkotótól, bár mondom, picit többet. A csűrűbet. Ja, úgyhogy maruga, fermentálva. Jó azt volt. Tuti. Jó volt amúgy. A Reaper az nem annyira, mert ez ugye szarul is csíp, meg keserű is, meg szar. Tehát... vannak azért jó fajták, de mondom, amik ilyen marugás illatúak, azokat jó fermentálni. Azt a tippet tudom adni, hogy valami értelme is legyen ennek. Azon kívül, hogy bemutattam nektek ismét egy szuper kistermelőt, vagy kistermelőjelöltet, vagy hobbistát, mondom, nem tudom most hol áll a dolog. De az biztos, hogy érti a dolgát. Úgyhogy kövessétek ti is Levi Chilit az Instagramon, a Facebookon, meg mit tudom én még, ja, meg itt a YouTube-on is. És lépjetek be a Discord csoportba, ahogy már ezt elmondtuk, és akkor csóklász van megint. Csóklász. Csóklász.